Már itt az adásban is foglalkoztunk a mesterséges intelligenciával, hogy hogyan is lehet ezt az oktatásban alkalmazni. A LogiSchool már az általános iskolás korú gyerekeknek az oktatásába is integrálta a mesterséges intelligenciát. A Magyar Alapítású Oktatási Hálózat a gyermekek digitális írástudás és programozás oktatásának nemzetközi szakértője. Az intézményben a gyerekek játékos keretek között sajátíthatják el itt a programozás alapjait. Juhász Milán kollégám pedig ott van egy budaörsi tanteremben, és megmutatja, hogy ez hogyan is megy a gyakorlatban. Szia, Milán! Sziasztok, jó reggelt, köszöntöm a kedves nézőket, 10 éves a LogiSchool, ahol már az általános iskolás korú gyerekek is a legmodernebb eszközök segítségével tanulhatnak. A mesterséges intelligencia használata pedig szerves részét képzi az oktatásnak. Itt van velem dr. Breyer Anita, a LogiSchool ügyvezetője, jó reggelt kívánok! Jó reggelt, köszöntök mindenkit én is! Hogyan kell elképzelni ezt az oktatást? Miben ad ez többet a gyerekeknek, mint mondjuk egy normál iskola? Hát leginkább ugye ez nem egy normál iskola, ez egy ilyen délutáni foglalkozásokból álló tevékenység. Ugye ide a gyerekek hetente egyszer másfél órára jönnek a tanév során, a kurzusainkra tanulnak programozni, bevezetjük a digitális világ rejtelmeibe őket. Ezt csináljuk ugye a tanév közben, és ha vége a tanévnek, akkor egy egészen más tevékenységet kínálunk. A nyári táboraink mindig teltházzal működnek az egész országban. Az elmúlt 10 évben sokat fejlődött a maga az intézmény, maga az oktatási rendszer. Innen Budaörsről indult, és gyakorlatilag lehet mondani azt, hogy meghódította lassan már az egész világot. Hova nőtte ki magát ez az egész? Nagyon-nagyon büszkék vagyunk arra, hogy Magyarországról sikerült meghódítani úgymond a világot. Most már több mint 30 országban vagyunk jelen, 221 nehány iskolában. Gyakorlatilag a gyerekek mindenhol ugyanezt tapasztalják, a módszerünk, az eszközök, a platformjaink, amiket használunk, mindenhol ugyanolyanok. Tehát a LogiSchool élmény, úgymond minden elemében jelen van az egész világon. Nagyon-nagyon büszkék vagyunk arra, hogy magyar cégként tényleg nemzetközi hírnévre tettünk szert. Ezek a gyerkőcök, akik itt ülnek, még nagyon fiatalok, biztosan általános iskoláskorúak. Szerintem az ő életükben már nélkülözhetetlen és megkerülhetetlen lesz a mesterséges intelligencia, és egy nagy újítás volt, hogy most már ez is szerves részét képzi. Hogyan épült ez be a tantervbe? Nyilván fokozatosan épült bele a tantervbe. Mi is abban hiszünk, hogy a gyerekek eszközökkel a kezükben nőnek fel. Mi az első pillanattól kezdve, függetlenül a mesterséges intelligenciától azt valljuk, hogy passzív használók helyett mi aktív alkotókat képezünk itt a LogiSchoolban, mi gondolkodni tanítjuk meg a gyerekeket, illetve azt, hogy hogyan tudnak biztonsággal a digitális világban létezni és navigálni. Ők valóban nagyon kicsik, másodikos korosztály van itt, és már a másodikos korosztálynak is van olyan kurzusunk, ahol használnak mesterséges intelligencia által hajtott eszközöket. Biztosak vagyunk abban, hogy meg kell tanítanunk a gyerekeket arra, hogy hogyan tudnak együttműködni, kollaborálni a mesterséges intelligenciával. Azt említette, hogy ők másodikosok, mi a legfelső korosztály, illetve hogy épül föl, mondjuk miben bővül egy idősebb korú gyereknek az oktatása? Hát 6 és 18 éves korosztályt tanítunk. Belépni hozzánk gyakorlatilag bármilyen életkorban lehet, és azt is mondhatnám, hogy bármilyen tudásszinttel, hiszen mi felmérjük a gyerekeket. Akik itt most ülnek, egy pár év múlva képesek lesznek arra, hogy letegyék az egyik legelismertebb, nemzetközileg is elismert Python vizsgát. A Python egy ugye nagyon-nagyon népszerű programnyelv most. Tehát ahogy nőnek, egyre komplexebb és összetettebb dolgokat tanulnak, egyre komplexebb és összetettebb módon használják a platformjainkat. Gyakorlatilag mire elérnek mondjuk az egyetemig, nagyon-nagyon jól fognak tudni programozni, és nagyon biztosan, magabiztosan mozognak ebben a digitális világban. Tehát akkor határa csillagoség gyakorlatilag. Határa csillagoség. Breyer Anita, nagyon szépen köszönjük. Én őszinte leszek, egy picit azért irigykedem a gyerekekre. Annak idején én is nagyon szívesen tanultam volna ilyen környezetben és ilyen eszközökkel, vagy lehet, hogy szívesebben tanultam volna, ez a helyes megfogalmazás, a szó a stúdiója. Milán, köszönjük szépen!